A Malik vihar 160 km per órás széllel, rengeteg hóval és esővel söpört végig a skandináv országokon vasárnap. Nyomában csak áramszünet és összedőlt épületek maradtak. Kopenhágában egy mobil Covid központot sodort el a szél. A letépett tetők és kicsavart fák legkevesebb két emberrel végeztek. A Dániát Svédországgal összekötő Öresund hidat is le kellett zárni. Észtországban a hatalmas hó okozott bonyodalmat, a mentősöket több mint százszor riasztották elakadt vagy felborult autókhoz. Észak-Lengyelországban több járművet és magas feszültségű vezetéket is megrongáltak a kidőlt fák. Egy ember meghalt, egy másik pedig megsebesült az ítéletidő következtében. 700 ezeren maradtak áram nélkül. Csehországban ketten vesztették életüket egy építkezésen. A Malik utoljára a brit szigetekre csapott le. Skóciában egy idős nővel, Angliában pedig egy 9 éves kisfiúval végeztek a kicsavarodott fák. A skót miniszterelnök elmondta, az áramszolgáltatást sikerült helyreállítaniuk, de még napokig lehetnek kimaradások, a kármentés pedig hetekig is eltarthat.